A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szavaztok srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, hát természetesen nem ezzel az autóval leszünk. Szóval üdv nektek, az van, hogy ugye a HR RH részinges autónkat meg fogjuk most nézni. az a rohadt nagy helyzet, hogy itt a játékban, itt a Forza Horizon 4-ben, az pontosan nincsen benne. Viszont van egy hasonló, mármint hogy évjáratban megfelelő, ugyanúgy néz ki külsőre, az a helyzet, hogy az nem más, mint az M3, és tehát évjáratban ugyanaz, külsőre ugyanaz, nyilván az M-pakett az más, de attól függetlenül ugyanúgy néz ki gyakorlatilag. És akkor most valami standard színben, mit tudom én, hófehérben megvásároljuk. De látjátok, hogy nagyjából, ugye, ez háromajtós, a mienk az ötajtós, de attól függetlenül, na, látjátok, hogy úgy, úgy nagyjából megfelelő. Ez hasonlít rá nyilvánvalóan a legjobban. Ezért megnézzük, hogy mit tud ez a Verda. Nyilván nem M3 a miénk, mielőtt még bárki is írná, nagyon jó, tudom. De akkor is megnézzük, hogy mégis mit tud így, mit tud így a játékban, nem fogjuk szarrá tuningolni, sőt lehet még visszább is veszünk a teljesítményéből, pont azért, hogy öm, megnézem, hogy kilovatt számba mennyi a miénk. Ugye 100, hűha, 150 ló környékén ma mindjárt rákeresek, megnézem, és ö, akkor, akkor meglátjuk. Hát a beltér az most a kormány, meg ilyesmi, az nem hasonlít. Na, a másik oldalon beszállunk. De figyelj, én azért, én azért látok hasonlóságot. Talán ez a műszerfal, ez, ez, ez tényleg telibe ugyanaz. Illetve ez a középkonzol is nagyon-nagyon hasonlít. Na de mindegy, tehát ahhoz képest, hogy azért egy játékban vagyunk, ahhoz képest szerintem eléggé jól tudjuk ö, imitálni azt, mint hogyha ö, külső optikai tuningot azzal szeretnénk mókulni. Most ez mi, miért léptem át ebbe? Első körben is nézzünk egy kis ö, tuningot, és közben rákeresek ö, egyedi fejlesztés. Oké. Okay. Azt mondja, B-s a Verda. És mondjuk, hogyha így hagyjuk, meg tudjuk nézni, hogy pontosan mi a teljesítménye, biztos meg tudjuk nézni. Na, azt mondja, hogy a, mi, <coughs> a miénk a 110 kW. Hát ez nem annyi, ez 239 kW. Nem tudom, hogy annyira vissza lehet-e rakni a leggagyerebb, magyerebre, de szerintem nem. Várja, itt, itt ezeket nem tudom mókulni, ugye? Ö, Hű, ha mind mehet el ez a sok kiló, nyilván motor, vagy turbo, ebből se tudok bénábbat? Nem tudok bénábbat beletenni. Hát akkor úgy látszik, ez nem lesz. Euh, nem lesz olyan, amit szeretnék. Na mindegy, hát akkor így marad a külseje, mármint a, be, a belső dolgai. Annyit talán még megnézhetnénk. Hát ah, ezzel csak jobb lesz. Hára, hát életben miért nem tudok gadjibra csinálni egy autót? Na, mi azt beszéltük a srácokkal, hogy lesz az autón egy minimális emelés, amit megpróbálunk mi itt most, hát gyakorlatilag megcsinálni. Csak közben annyira régen játszottam már a játékkal, hogy rá kéne jönnöm, hogy pontosan ezt hol tudom megtenni. Hűha. Várjatok, itt lesz, aha. De ez meg... Ó, oh, várjál, ó, oh, ó, oh, ott van, jó. Tehát kb. igazából ez, tehát ez a, ez, a, gyári méret, kb. itt van most az autó, mint ezt látjátok, és mi meg akarjuk emelni ugye a nyirádira, mert ott azért eléggé ez a téma. Ha esetleg valaki nem tudja, miről beszélek, a leírásba vagy a hozzászólások mezőbe oda teszek egy linket, ahol mi építünk egy versenyautót, és meg tudja nézni, hogy mi újság van azzal. Na most, teszünk bele, azt mondja, Uh, nem 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 akarok veletenni csövet Ugyanis lesz benne A oh, te fiú bukócső Arról hat életbe bár csak ilyen könnyű lenne ott is Hogy így ennyi a szevasztok Na jó, hát most van éppen bukócsövesné de majd Jönnek ám a videók aztán megtudjátok mi van Na most amit beszéltünk még hogy elképzelhető módon uh, lemezfelni lesz rajta Nyilván pont azért, mert öm, specializált, mert ö, az strapabíró, az bírja, az jó az. De itt valószínűleg ilyen lemezfelnit nem igazán fog találni, ugye? Főleg nem a sport ö, felniknél. Nyilván egy ilyen, hát, mondanám, hogy ez, ez haj az legjobban a lemezfelnire, de hát, ha hogyha, úgy ez, hát, ha hogyha még találunk valami hasonlót, és akkor nyilván Chrome, de ezt majd mi megoldjuk, hogy ne legyen az. Um... Nem tudok semmi zét. Valamit ráteszünk azért, valami tényleg lemez felnire hajazó valamit. Talán ez a legjobb, aztán majd átszínezzük. Jó az most. Na, oké, okay, akkor ezekkel tulajdonképpen meg is lennénk, és akkor mehetünk rá arra, hogy. Um... Hogy-hogy-hogy-hogy-hogy, külső. Mert ugye a külsőt is meg fogjuk csinálni. Azt mondja, hogy hát a kilovatt teljesítményt azt nem tudtuk lejjebb venni. Ez van, igazából csak esztétikailag fog ez hasonlítani most erre. Úgy, ahogy esztétikailag külsőre. Jó, ezek után minták és festés. Na most itt mi beszéltünk valamiféle fajta festést, de hogy pontosan mit... Fóliák és matricák felhelyezése? Arra kéne mennünk. Jobb oldalt. Nagyjából tudom, hogy mi van. Fólia, fólia. Jaj, de ezt úgy, de úgy utálom. Legyen fekete. Őha. Azt mondja, hogy méretezés. Aha. Mert hogy mi azt beszéltük a srácokkal, hogy az alja az úgy lesz megoldva, Hű, gyerekek. Aha. Hát, szerintem ezt egyelőre így, és ö, kicsit minimálisan elforgatjuk. Ez egy kicsit pöcsölős lesz, úgyhogy bocs. És valahogy így akarjuk. Aha. Mert most is egyébként így néz ki. Oké. Okay. Ez itt el van mentődve. És akkor fólia forma öö, kerékhez. Az is legyen szépen fekete. Fú, ez most tényleg pöcsölős lesz. De tényleg megpróbálom megcsinálni olyanra. Habár a szint, azt nem igazán beszéltük még meg. Hát pontos az biztos, hogy nem lesz srácok. Tehát, hogy azt most ne is várjátok el tőlem. Azt mondja, hogy méretben. Hát úgy kéne méretezni, hogy így is nagyobb legyen. Meg, meg így is. Valahogy. Aztán most vissza a mozgatásra. Mosok egy. hát, Jó az most. Nagyjából fogjátok látni, hogy mire gondolok, nem? Oké. Hű, hallod. Ö. Ö, 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 ö. Nem tudok olyat csinálni, hogy ö, azt mondja. Y-beszúrás, nem értem. Jó, mindegy. Fóli alkalom. Várjál csak? Ha? Mutasd csak. Ö Összes behelyezése jobb-balra. Mit tudom én? Jó, inkább, <laughs> inkább majd én megcsinálom, jó. De ez már ilyen pikpak lesz, mert már tudjuk, mit kell csinálni. Csak színben nem tudom, hogy akkor így ennek mi kéne. Milyen uh, szín lenne az, ami kaffi. Na. Mit bóckodsz? Nézzük most csak egyesével kell. Lépkednem? Nem. Jó. Fú, gyerekek. Betyáros lesz ez így. Hát de mindegy. Há, mondjuk annyira nem is. Lett így rossz, ugye? Hát kicsit magas talán. Jó az! Már úgy vagyok vele, hogy jó az. Na! Ez akkor a jobb oldal. Igen. Bal oldal. És ugyanezt meg kell gyorsan csinálni. Pik, pik, így meg fogjuk most csinálni. Figyelj csak oda! Azt mondja. Méretezés. Baró nagy legyen. Így-e? Bum! Azt vidd le fele. figyelj csak. Jó, kicsit. Forgatunk a szögön. Állj! És most lefele. Ej! Jó! Figyeljetek oda, srácok. Nagyon kíváncsi leszek, hogy így mit ad, mert tulajdonképpen ez egy tervrajz is tud lenni, hogyha jól sül el. És akkor tudom mutatni a srácoknak, hogy nézzétek, kb. ezt tudtam kihozni, hogy mit szólnátok, ha ez lenne így az autón. Mert ugye ez itt adott, ezt megbeszéltük, ezt tulajdonképpen ez itt, itt, itt jól néz ki. Ezt szeretnénk, csak kérdés az, hogy, hogy hát maga a... Ugye ezt mit fogjuk csinálni, tehát mi nem fóliázni fogjuk, mi lefestjük a rákba, azt úgy fog kinézni, hogy kinéz, de mit csináltuk. Tehát, hogy maga ez az alsó rész, ez, ez szinte meg is beszéltük, hogy ez ilyen lesz. Most is jelenleg ugye ilyen. És rohadtul jól néz ki. Szerintünk. Úgyhogy, igen, figyeljetek, nem lesz már pontos. Tehát, hogy rég elengedtem azt, hogy pontos legyen, jó? <laughs> Oké, okay, jobb oldal első lökhárító, hátsó lökhárító. Fólia alkalmazása. Bázony az. És akkor a méretezést kéne, Aha. Hát a fene se tudjám. Jó, mutasd. Vigy le fele. Jaj, de jó. Aha, és akkor méretezésem még. ha. Ajajajajaj. Ajaj. Na mindegy, az ott akkor úgy lesz. És akkor még azt az oldaláról kell megcsinálnom. Ja, Istenem, milyen hülyeség ez. Miért nem lehet? Elhúzom a szavasztok. Na. Vidd arra feled a -e gyorsan. Jó lesz ez, na. Csak a szín, a maga a szín, azt, azt nem, nem igazán tudjuk ám. Gondolkodtunk kéken, meg ilyesmin. Azt majd meglátjuk, hogy mire jutunk ezzel kapcsolatban. Nem ide szeretném, a... de mondjuk jobb oldal, úgyné. Úgyné, és akkor ezt meg full előre. Azt mondja, hogy így hozzuk. Csak gyere! Csak gyere! Halló? Várunk! <laughs> gyere már! Bocs, Ez tudom, hogy kicsit ilyen... vontatottnak tűnik. De hát ezt nem lehet máshogy csinálni. Valami ilyesmilyen. Na, hátsó lökös. Megvan szárnya? Az nincs amilyenken. Ú, azt majd valahogy le kéne ütteni róla. Ha lehet, hogy van. Nincs. Jó. Azt mondja bal oldal. Akkor igazából már csak ez van, meg az eleje. Aztán a pöcsöléssel meg vagyunk, onnantól meg már lehet uh, mókulni a többi dolgot. Lehet ez aztán egy jó kis tervrajz lesz így a csapatnak is. Lehet rottó, nem. De ki tudja? Aha, ezt eddig tudom így hozni. Jó, ugye, mert akkor uh, így, ezt is. Ugye lesz néhány szponzorunk is, innen is szóluk a szponzoroknak lehet jelentkezni. Um, tehát, hogy lesz néhány szponzorunk, tehát olyan matricák is lesznek a Verdán. Ami az év vagány. Első lökös. Mutasd. Így. Nagyon jó az a szín. És akkor azt mondja, hogy a méretezést. Na. Úgy. Ú, amúgy így lenne az orkó. Az egész elejét így megcsinálnánk. Nem, 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 az gagyi lenne. Jó, hamar el tudom én is vetni az ötleteket. Kicsit nagyobbra hagyjuk így. És akkor most lefele. Ez az a dolog, amivel a csapatból szerintem egyedül én szeretek pöcsülni. Aha, mert az már oda megy. Hát... Nem azt mondom, hogy pont így. De valahogy így, mondjuk. Öö... Egyébként ez zora lesz. Oké, okay. mentése jelenleg. Ja, ma azt hittem, ki lépek belőle, mondom, ott kapok én szívgörcsöt. Szívrepedést, gyakorlatilag. Azt beszéltük a srácokkal, hogy a teteje az mindenképpen fehér marad. Azért, mert hogyha dög meleg van, akkor nyilvánvalóan az nem fog nekünk problémát okozni annyira, mert nem forrósodik át annyira maga a verda. Na most! Várjál már ezt a szárnyat, le tudjuk szedni. Ö, meg kéne néznünk, mert nagyon jó lenne. Hát igen, ez egy ilyen jó hosszú videó. De tényleg megpróbáljuk olyanra megcsinálni. Aztat mondja. Hiha. Jó. szondja, szóval mondja szárny. Ú, de jó. Le tudjuk szedni a rákba. Nagyon jó. Az első lökös. Az meg gyári, ugye? Igen, gyári. Azt hagyjuk is. Az most jó az. Hát ezzel a fehérre szarú néz ki, ezt most már így látjuk. Azt mondja. Öh. Úgyhogy. Azt a rohadt teget, mi a makkom ez az inni te. Hú. Na. Öh, minták és festések. Itt akkor most meg tudnánk nézni azt, hogy színben mi az, ami megy hozzá. Úgyhogy, srác... Ó. Ja, azt beszéltük, hogy mat. Mat? hát ez... Hát most az a baj, hogy ebben a játékban barzasztóan kevés normális mat szín van. Mondjuk ez a sötét. Ez a úgy. Hát... Hát, 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 nem rossz amúgy. Srácok, ti is írjátok le a véleményeteket ide a komment szekcióba, ti mi erre mókulnátok. Uh, <sklökké> <sírit> Jó, Istenem, utána meg mehetnék vele gyümölcsöt lopni, eh? Na. Ah, amúgy ez sem rossz, csak hát nyilván mindenki lehurrogná az én csodálatos színeimet fa hatású legyen gyakorlatilag. Na jó, nézzük a normál színeket. Um, hát a fekete az nyilván el van vetve. Mert. Uh, az minden szempontból gagyi. Mármint nem Gagyi, hanem uh, tök meleg lenne benne hülyét kapnánk. Hát. Figyeljetek! Mutogatom a színeket, aztán majd meg lesz nézve. Van ebből egy ilyen tök szép kék, amit nyilván nem fogok megtalálni. De, de azért számításba kell venni ezeket a színeket is. Na ez jó lesz ez a videó, ezt el fogom küldeni a srácoknak is, hogy nézzék már meg. Úgyhogy üdvinden is, RH Racing, hello! Rózsaszín, na az kéne nekünk. Vagy ugye van ez a race piros. Ferrari piros, gyakorlatilag. Hát, betyáros. Ugye nagyon sötét szín nem lehet, mert az tényleg eléggé meleg tud lenni, csak hát ezek a színek, meg te jó is. Tehát az Isten mentsen meg ezektől a színektől. Um, figyeljetek, én most. Uh, egy ilyen sárgára. De ebből miért ilyen fos színű sárga van? Hol van itt a citrom? Ez lenne a citrom sárga. Hogy néz ez ki? Na mindegy, lehet én meghagyom egyelőre ilyennek. Jó kis feltűnő verda. Annyi, hogy a tetejét azt viszont fehérre át fogjuk durrantani. Ja, és ez pedig uh, nyilván full fekete, mert azt akarja ábrázolni, hogy ez egy... Uh, ez egy uh, sima, egyszerű, mezei acél felni. HÁT AZ ér? HÁT AZ ér, UGYE UGYE?! Na várjatok, azt mondja, hogy mentés, ezt lementjük rá, és akkor ezen kívül, még mondom a tetejét fehérre megcsináljuk az... Nem tud fekete lenni, dizájnban jó lenne, de nem tud az lenni, mert uh, megkokulunk így is benne. Na ez az innivaló meg... Fosztok... ...vallagét... Bocsánat már. Na, mi van? Festésmatricák, matricák, fólia, matrica felhelyezése. Design tippek hagyjad már magadat. Ja, meg van még egy ö, hátsó lökhárítón. Ha jól emlékszem, de ez csak egy tipp. És lehet, hogy de, de, de szerintem rajta van. Hát most nyilván nem tudom megnézni. De hogy. Ö, igen, valahogy így. Mutasd! Vidd feled a gyorsan, úgy? És így? Talán, mintha valami ilyesmi lenne nekünk ott, ugye? A, a, vagy hát ezt meg tudjuk rácsinálni alapból, hogyha mindenkinek tetszik. Aha, egy kicsit kilóktunk, de ez. Na, de ez. Ó, oh, te gyerek, hát ez ide azért nagyon illik. Na, várjatok. Tető, motor. Micsoda. Úgy ezt ugye hófehér. Ezt tényleg, hogyha ez alapját csináljuk meg, akkor beszarok. És... Egyszer ez így -e. Hát ez nem lesz, tényleg nem lesz esztétikus így, de hát... Szarjuk mi le, abból a szempontból, hogy inkább... Inkább legyen... Ö, komfortosabb abból a szempontból. Minthogy sem csak és kizárólag az esztétikára menni. Mert cseszheted az esztétikát 45-50 fokban. Ugye? Na, gyerekek, elkészült az autó, a következő részben ezt ki is fogjuk próbálni. Na de most akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki. És, és hát akkor írjátok le nyugodtan a véleményeteket. Nyilván a szín az biztosan változni fog, nem miném, hogy, Hová? Figyelj csak oda! Racse van itt? Az van hát! Mit akarsz? Na, írjátok le azért a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszik. Hát a teteje az olyan, de, de nem baj az, ugye panoráma tettünk nekünk nincsen, vagy napfénytető. Ó, oh, hagyjad már magad! Szerintem nem néz ki ez rosszul. Na, mindenki írja le a véleményét. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. A következőben ki fogjuk próbálni, megyünk vele néhány versenyt, de nyilvánvalóan öm, olyan szempontból az mindegy, hogy teljesítményben nem ilyen, mint ez, tehát nem 250 kW. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Tetszett, akkor egy lájkot mondjatok, ha bár ezt lehet már mondtam, mondjatok, nyomjatok. Írjátok meg még egyszer, mondom a kommentben a véleményeteket. Hello, 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 szávasztok! I solve 'em. I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and cause check got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.